Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Péter külügyminiszter volt, EU biztos, és sorolhatnám holnap utánik, hogy mi minden volt már, és még hogy mi minden lesz. Mi történik az Európai Unióval? A híradónkat nézte, és egy fideszes európai parlamenti képviselő éppen nyilatkozott, hogy mi történik az EU-ba. Mi az ön véleménye? Mikor fognak az egész mikor kezd el dolgozni végre? Két nagy folyamat találkozik most az Európai Unióban. Az egyik az 5 évenkénti intézményi megújulás. Tavasszal megválasztottuk az új Európai Parlamentet, és most kínnal, keservel próbálják összerakni az Európai Bizottságot. A másik a 7 éves költségvetés. Ugye a két folyamat most egy olyan ponton találkozik, hogy új intézmények most fognak igazából beindulni, a parlament már beindul, de a bizottság az talán januártól lesz akcióképes, és marad alig egy év arra, hogy a 7 éves költségvetés jóvá hagyják, ami nagyon sok mindent meghatároz, tulajdonképpen 7 évre az, hogy mire mennyi pénzt kinek száll, kell jóvá hagyni ezt a költségvetést a... az elnököknek? Mind a kettő, tehát a bizottságot is, meg a költségvetést is a kormányfők és az Európai Parlament. Tehát ugye két felé kell tudni megfelelni, az Európai Parlamentben a pártcsaládok, ami most színesebbé vált, most már 4 felé kell tekinteni, ugye azelőtt elég volt a 2 legnagyobbat figyelni, a néppártot és a szocialistákat. Most felsorakoztak melléjük a zöldek és a liberálisok is, tehát ez is egy nehézség. És a másik pedig a kormányfők testülete, tehát minden egyes tagállamnak valamilyen módon eleget kell tenni ahhoz, hogy végül is rábólintsanak. Ugye egyrészt a bizottsági tagok névsorára, ahonnan még 3 hiányzik, másrészt majd arra a nagy költségvetésre. Ennek köszönhető, hogy a V4-ek elnökei Prágában tanácskoztak, és már a költségvetés volt a központban? Hát ez is egy fontos téma, hogy a V4-eknek, mert a V4-ek nettó haszonélvezői ennek a költségvetésnek, és most afelé megy, ez most finn elnökség alatt folyik az európai tagállamok között, hogy talán át kéne csoportosítani bizonyos pénzeket. Van 2 nagy pénznyelő ebben a költségvetésben, a mezőgazdaság hagyományosan, és a regionális felzárkóztatás. Na most innen jó lenne átterelni konkrét napi gondokra, tehát a külső-belső biztonság, a foglalkoztatás, Európa versenyképessége, a legújabb technológiákkal való megfelelő bánás. Úgyhogy tehát ugye a 2 nagy pénznyelő az hagyományosan hízlalt a tagállamokban bizonyos társadalmi csoportokat, akinek földje van, ott ömlik a csapból a pénz, az uniós pénz, anélkül, hogy bármit kéne csinálni. És ugye Magyarországon különösen kitanulták azt, hogy a különböző alapokat hogy lehet szintén megcsapolni, és könnyű célokra túlárazva, esetleg rosszabb minőségben elnyerni a pénzeket. Hát ezt így nem fogják folytatni. A költségvetést mennyire fogja befolyásolni Anglia menése vagy maradása? Nagyon erősen. Nagyon erősen, mert ugye egy nagy befizető kiesik. Azt a pénzt a többi tagállam nem akarja pótolni, tehát nem akarnak többet fizetni ezáltal. Kicsit szűkebb lesz, persze kevesebben is kérnek belőle, nagyon meg kell szűrni azt, hogy mire. Na most ugye ezeket a vitákat mindig a forgó elnökség vezeti, most van egy kitűnő elnökség, a finn elnökség. Meddig maradnak ők? Ők az év végéig, ugye ez naptári fél évek szerint forog. Ők most egy ilyen tárgyalási keretet, egy tárgyalási alapkoncepciót kidolgoztak, ezen most megy a vita. Valameddig el fognak jutni a decemberi félévzáró csúcsig, ahol majd a kormányfők valamiben megegyeznek, de aztán folytatni kell a jövő évben, és akkor jön egy újonc,
Horvátország veszi át január 1-től. Az érdekes lesz. Az elnökséget, hát ugye életükben először találkoznak ezzel a feladattal. Mi tudjuk, mert ugye Magyarország 2011-ben volt ugyanebben a cipőben. Amikor Gödöllőn fogadtuk a vendégeket. Pontosan, amikor Gödöllőre száműzték az egész cirkuszt. És hát lehet, hogy minden delegátus Gödöllőre kéne száműzni. Mert így legalább nem bénítanak. Hát azokat is, akik fogadták őket. Na most, és viszont utána, jövő másik felében jön egy nagyon erős elnökség, német elnökség lesz megint. Tehát így lehet kiszámítani. Még Angela Merkel-el, vagy akkor, akkor ő már a hattyúdal? Merkel valószínűleg meg lesz még, de egy nagyon erős német diplomácia és német szakminiszterek. Ugye ilyenkor a szakminiszteri tanácsokat mindig az az ország elnökli, amelyik az elnökséget betölti. És azáltal, hogy a napirendet ők javasolják, hogy az üléseket vezetik, nagyon meglátszik a politikai rutin, a politika minősége, tehát hogy ki hogy tud vezetni, ki hogy tud irányítani. Tehát akkor a horvátországi félesztendő ez egy ilyen bécsi táncoló kongresszus lesz, sok-sok protokollal és semmi tak lesz a... Hát ilyenkor azt szokták, hogy gyakorlottabb tagállamok csöndben besegítenek. Tehát majd meglátjuk, hogy a horvátoknak ki hajlandó segíteni, de lehet, hogy az előtte lévő finn és az utána következő német elnökség majd két oldalról megfogja a kezét, és majd egy kicsit szakmailag támogatják. Hogy... A lengyelek és a magyarok elleni hetes cikke akkor tulajdonképpen most majd lezárul a finnek idején, vagy... Mi ennek a jövője? Megy tovább. Ugye voltak olyan spekulációk, hogy a finneket nem érdekli, nagyon is érdekli. Mindegyik elnökségnek vannak prioritásai, az egyik prioritás a jogállamiság a finn elnökség alatt. Volt már ülés, szeptemberben lesz még ülés, tehát megy tovább az eljárás. És az új biztosok is támogatni fogják ezt? Egészen biztosan, mert az új bizottsági elnök Ursula von der Leyen ezt kijelentette, és a biztosok között jó néhány nehéz súlyú jogpárti biztos van, ugye Frans Timmermans Hollandiából, Margrethe Vestager Dániából, és még továbbiak. Tehát ez megy tovább. Lezárulni nem fog egyhamar, mert nagyon sok lépésből áll. Ugye vizsgálták Magyarországot, Orbán odaállította az új igazságügyminiszterét, kifejezetten ezzel a küldetéssel, a Varga Juditot, hogy álljon ellen. Majd lesz még további alkalom, hogy a magyar kormány válaszoljon, nyilván majd mindent megpróbál megmagyarázni. A végén ez nem fog robbanni, mert vétózni lehet. Ugye ezt tudja a közvélemény is, hogy ha egyetlen egy tagállam a vizsgált ország pártjára kell, már pedig Magyarország esetében Lengyelország lesz valószínűleg. Lengyelország esetében Magyarország. Akkor meg minek az egész? Azért az egésznek van jelentősége, hogy ez a... Hogy lássék, hogy... Hogy igen, hogy odaültetik a vádlottak padjára, ez a megszégyenítő eljárás azért nyomot hagy, nagy a publicitása, meg ráébreszti a többi tagállamot is, tehát ez kicsit példastatuálás is, hogy így ne tegyetek, mert így fogtok ti is járni. Tehát van jelentősége, a szankció nem fog célt érni, tehát nem lehet... erővel rákényszeríteni, hogy viselkedjék tisztességesen, mert nem fog, ha nem akar, mert az egész az önkéntességen alatt. A prágai megbeszéléseken szó volt arról, hogy tulajdonképpen minden beruházásnak, minden olyan forintnak vagy eurónak, ami az Európai Unióból érkezik, tulajdonképpen egy másik erős európai tagállam, aki komolyabb profitot húz ebből. Gondolok itt például az autógyártásra, és még sorolhatnám, hisz vannak olyan országok, akik részmunkákat végeznek, vagy összeszerelnek, vagy tehát abból azért sok profit nincsen. Hát erre Orbánék különösen szeretne hivatkozni, hogy adjanak nekünk pénzt, sok-sok pénzt, mert az úgyis visszamegy előbb-utóbb, legalábbis hát a szerszámokat valahonnét megveszünk. Igen, például. Úgyis Nyugat-Európában fog kikötni a végén, mert lám ugye a német autóipar, meg
mindenkinek, nekik is jó, hogyha mi utakat építünk, vagy vasutat fejlesztünk. Na, ebben van igazság, csak hogy ettől még a pénzeket tisztességesen kellene elkölteni, és ez Magyarországon sajnos nem teljesül, mert a közbeszerzés önmaga paródiájává vált, ahol előre lehet tudni, hogy ki fog nyerni, ahol túl magas számban van az egypályázós közbeszerzés, ahol már eleve lerúgják a potenciális versenytársakat, tehát egyetlen egy ajánlat megy be, ahol a túlárazás fölött szemet hunynak, ahol a minőségrontás fölött szemet hunynak. Na most ezt valahogy orvosolni fogja az Európai Unió, mert a befizetők sem hülyék, és látják, hogy a pénzük hogyan költődik el, tehát ezt nem lehet egyetlen ilyen érve, hogy úgyis visszakapjátok a pénzt. Azt is szeretnék majd látni, hogy a pénz rendesen használódik fel, és az új költségvetésben biztosan lesz valami ilyen föltétel, ami a pénzek nyomában ellenőrzi majd sokkal jobban, mint eddig. Hogy a második világháború után az Amerikai Egyesült Államok Marshall tervben részesítette például Nyugat-Németországot, a később meg majd Nyugat-Németország próbálta Kelet-Németországot az egyesítés után felzárkóztatni. Az Európai Unió Marshall terveiben, tehát ennek is megvan a megfelelő határozója, miért nem lehet azt, hogy befogad egy tagállamot, azt talpra állítja, versenyképessé teszi, és akkor jön a következő? No, ez a szándék megvan, ugye ez elég régóta megvan, mert a délebbi tagállamokat, kezdve Dél-Olaszországgal, Dél-Nyugat-Franciaországgal már így próbálták. Na most a pénz, nem lehet mindent pénzzel megoldani. Tudnélik, az egyik probléma az, hogy az idegen pénz, a kintről jövő pénz, a segély, az ingyen van, az könnyű pénz, és nagyon gyorsan rácuppannak a politikai érdekcsoportok, hogy akkor azt próbáljuk zsebre. De a pénz az lehet célirányosan, tehát például az Amerikai Egyesült Államok a világ országának ad segélyt, amit katonai segélybe, tehát eszközök formájába adja oda, termékek formájába adja, nem átutalja a bankszámára, hogy ezt rulettozzátok. Marshall segélyben ugye adtak mozdonyokat, teherautókat, nagyon sok mindent. Erre gondoltam, és utakat is építettek. Így van. Lehet megfelelő berendezést az útépítéshez. Na most az nagyon sok szervezést kíván, tehát sokkal jobban működhetne akkor, hogyha odaadják a pénzt, bizonyos célokat kijelölnek, és utána legyen gazdája annak a pénznek, aki kapja. Most pontosan ez Magyarország esetében, most az önkormányzati választások után, ez sokkal élesebben merült föl, hogy ha a kormány nem jól költi, akkor miért ne lehetne Budapest fővárosnak adni, Miskolcnak adni, Pécsnek adni és másoknak adni, akik megbízhatóan használnák föl. Bizonyos tekintetben ezt meg lehet csinálni, akkor, hogyha ha civil szervezetekről van szó, ha médiáról van szó, de hogyha a kormánynak van illetékessége benne, akkor ennek Brüsszelbe útját állhatják a kormányok. Mert mondhatják azt, hogy hát kérem szépen azért a környezetvédelem az egy kormányzati felelősség, tehát abban nekünk is kell, hogy beleszólásunk legyen, és ezt jogi tekintetben nem lehet száfolni. Tehát itt nagyon nehéz jó megoldást találni. De például a környezetvédelem, és elnézést, hogy szabába vágok, már arról szól a fáma, hogy az új budapesti vezetés például müncheni mintára nem engedné be a dízelautókat. Na most München városában megvan a megoldás arra, hogy ki ne dízelautóval menjen. De Magyarországon szinte majdnem minden taxi dízellel közlekedik, az autóbuszok dízellel, és beáramlott Európa szinte minden használt dízelautója is ide. Akkor... Na most München városa ugye Németország egyik tartományának a fővárosa, és van egy német kormányzati politika, amit a német Bundestag is támogat és jóváhagyott, amiben benne van az atomból való kiszállás, a barna szén visszaszorítása, az új energiaforrások elterjesztése. Tehát ez egy kormánypolitika. Csak Lengyelországtól vesznek áramot, amit úgy szintén szénből termelnek, és azért... egy földgömbünk van. Hát előbb-utóbb ugye minden energiafelhasználásnál végére kell járni, hogy mibe kerül, milyen anyagokból készül mondjuk a napelem.
vagy mennyire szennyez az az elektromos áramot termelő erőmű. Vagy az elektromos autó. Vagy az elektromos autó, így van. Külügyminiszter úr, még messze vagyunk az év végétől, és azért addig bízom benne, hogy még sokszor látjuk, de mégis milyen jövő előtt állunk. Csak mosolyodjon el, és valami pozitívat mondjon, mert nézőinknek kell reggel valami pozitívat hallani. Hát hogy... mondanék szívesen, ha tudnék. Azt hiszem, hogy elég aggasztó jövő előtt állunk. Tudnélék... Erről mi tehetünk? Mi is tehetünk, és talán kezdünk is ráébredni, hogy mi a mi felelősségünk. Ugye nekem ezt mutatja az önkormányzati választás, hogy a választó kezd öntudatra ébredni, és rájön, hogy az ő egy szavazatán is sok múlik. Na most bizonytalan és kiszámíthatatlan hatalmak mozognak a világban, olyanok, amelyek nem tudnak megmaradni a saját határaikon belül. Törökország átmegy Szíriába, és a kurdokat ott üldözi. Oroszország folyamatosan terjeszkedik, és katonai területszerzési úton próbálja hatalmát megmutatni. Amerika kiszámíthatatlanná vált. Megszokta, hogy szovjet nagy hatalom volt, és... Hát, de már nem az. Ugye Amerika elég kiszámíthatatlan. Amerika meg eldöntötte, hogy mindenek előtt Amerika, ami nagyon hajaz egy másik nagy államra, ami hasonlóképpen csak németül mondta ezt, és azt sem nagyon szerettük. És nagyon hasonlít a hajdani Németországra, amely kiszállt a multilaterális egyeztetésekből, tehát a sokoldalú, sok állam közös egyeztetéséből, ugye annak idején a Népszövetségből, most Trump elnök rendre lép ki különböző... De az amerikai civil szervezet az elment nyugdíjba, tehát egy amerikai elnöknek tanácsadói vannak. Nem ment el, sőt a kormányzat is nagyon keményen ott áll, és azért van egy kötérhúzás, hát van egy eljárás, pillanatnyilag az elnököt vizsgálják, hogy olyan megfelel-e az elnök. Erre az elnök úr azt mondta, hogy még nem volt Amerika történelmében olyan elnök, akit... ennyire szórakoztattak volna, mint őt. Igen, de hát ilyen elnök se volt még, aki így viselkedett volna. Akkoriban nem volt. De Twitter. Akkor még Twitter se volt, úgyhogy... Na most, ha folytatjuk a sort, ugye az angolok önmagukat is képtelenek kormányozni és dűlőre jutni, hogy a Brexit-tel mi legyen. Mire a spanyolok el tudják dönteni, hogy a spanyolok ilyen 50-50 alapon nem tudnak kormányt alakítani, ugye? Ez lehet, hogy azért van, mert azt mondták, hogy visszafogadják a spanyol eredetű zsidókat, és ez már a ráhatás, hogy olyanok, mint Izrael. Igen, éppen Izraelnél tartottam, tehát ugye ott is kormányzati problémák vannak, elég súlyos koalícióképzési problémák. Nem kormányzati problémák vannak, hanem a nép eldöntötte, hogy nemzeti egységkormányt akar, csak a politikusok képtelnek végrehajtani. Hát ez... És hogyha a harmadik forduló van, a nép harmadszor is ugyanazt fogja mondani. A nép mondani. Több helyen jár a politikusok előtt, és a politikusoknak kéne ráébredniük, hogy az emberek mit akarnak. Például Magyarországon változást akarnak. Ugye ez nagyon egyértelmű. És a politikusok ott értik félre, hogy azt hiszik, hogy egyik vagy másik pártra szavaztak, és próbálják a pártok zsebrevágni a győzelmet, most az önkormányzati választásokról beszélek, holott az emberek nagyon egyértelműen azt mondták, hogy mást akarunk, újat akarunk, új arcokat akarunk, új politikát akarunk, és a politikusoknak ennek kéne megfelelni, ahelyett, hogy elavult párt politikákat vinnének. Erre biztos lenne egy szemtelen válaszom, de nem szemtelenkedünk külügyminiszterekkel. Ezt azért mondom, mert azt vártam, hogy a képernyőn meg fog jelenni ön is, és végre majd valakitől ezek az ellenzéki pártok, illetve koalíciós partnerek majd külügyi tanácsadást is kérnek. Hát most ezt csináltuk. Kitekintés a világra. Most adtunk nekik ingyen. Igen. Tehát akkor végül is mi várható? Törökország újra jó fiú lesz, mint amikor annak idején az EU-nak a partnere akart lenni, amikor Erdoğan elnök még Izrael jó barátja volt, és szinte a környék minden országával jóba volt, mert ezt nem mondhatja el senkiről. Az várható, hogy egyes hatalmi tényezők úgy gondolják, hogy erőből tudnak változtatni meglévő helyzeteken. Ugye ez a török elnök, ez az orosz elnök, bizonyos tekintetben, főleg gazdasági téren az amerikai elnök, a kínai gazdasági terjeszkedés, tehát izmoznak, erőből próbálnak... Ez nem szájkarate?
Nem csak száj. Itt ebbe fegyver is van, pénz is van, erő van, befolyási övezetek vannak, tehát próbálnak, ugye a világ akkor ül tárgyalóasztalhoz általában kisebb vagy nagyobb egységekben, amikor úgy gondolják, hogy ez így most jó lesz, ugye, ahogy ezek a béketárgyalások, hogy ennél, ezen már nem tudunk változtatni, akkor ezt így írjuk le, rögzítsük, így született meg 1975-ben a Helsinki záróokmány, amely az akkori kétpólusú világban a békés egymás mellettélésnek volt a de foglalata. Mikor volt ez már? Aztán tartott 15 évig, és szétesett a kétpólusú világ, ugye a Szovjetunió feloszlott, az egész szövetségi rendszer feloszlott. Most egy ilyen bizonytalan átmeneti világban vagyunk, ahol sokpólusú erőpróbák zajlanak. A kínaiak próbálják a gazdasági befolyásokat kiterjeszteni, mögötte egy óriási katonai felkészülés. De ugyanakkor egy hatalmas high-tech, tehát akkor, amikor azt mondtuk a 70-es években valamire, hogy kínai, akkor valamire gagyira gondoltunk. De ma Kína high-tech. Ma Kína az egész világon az intézeteit beindította. A kínai egyetemek diplomái ma már nagyon sokat ér. Ma már arról beszélnek, hogy egy amerikai-kínai kétpólusú világ kezd kirajzolódni. Ezt ők tagadják, én még annak idején, amikor hivatalos minőségben Pekingbe jártam, ezt így megkérdeztem a kínai külügyminisztertől, és azt mondta, hogy ők nem akarnak egy kétpólusú világban az egyik lenni, ahol Amerika a másik, hanem ők a sokpólusú világban gondolkodnak. Persze úgy gondolkodnak, hogy Kína az egyik legerősebb pólus. Hát de hogyha a Sejemút programot nézzük, akkor ez a bizonyítéka annak, hogy sok pólusban gondolkodnak. A Sejemút egy terjeszkedési, egy expanziós program, amelyik Európáig húzza a vonalakat. Ugye az itt van bizonyos erőlködés a magyar kormány részéről, ez a Budapest-Belgrád vasút, de azt mindenki tudja, hogy az első nagy elosztó központ a kínai áruk számára Varsó, ez már kiépült, és a következő Düsseldorf. És ezek már vonaton össze vannak kapcsolva Kínával. Épül akkor a... mégis miért van szükség a Belgrád-Budapestre? Nincs szükség rá. Nincs szükség rá. Magyarországon arra van szükség, hogy az Európai Unió közlekedési hálózatába szervesen benne legyünk, és Budapestről Belgrád felé Szegeden keresztül kitűnően el lehet jutni, tehát ott kellene felújítani a vonalakat. De ez mondjuk nem egy világpolitikai kérdés, ez a magyar pénzköltésről szól. Kínáról beszélve valóban nagyon erős hatalmi pólus lesz, és ami számunkra érdekes, hogy ebben a világ méretű tülekedésben Európa, aminek azért a központja inkább Nyugat-Európa, mint sem Kelet-Európa, hol fog helyet foglalni, rengeteg eszünk van. Ja, de fizikailag nem lehet minket odébb tolni, és nem szeretek másoktól idézni, de tulajdonképpen mi ott vagyunk, ahol voltunk, és a szomszédaink sem mentek odébb. Így van, de van egy nagyon jó pozíciónk a világban, hagyományosan jó pozíciónk, rengeteg értékünk, és innovációs képességünk van, amivel persze India, Kína, meg hagyományosan Amerika is versenyre kell, vagy Japán, de ezekből kellene fegyvert kovácsolnunk, hogy a foglalkoztatás és a jó életminőség fönnmaradjon Európában. Ehhez azonban össze kell fogni az európai államoknak, együtt biztos, hogy többre megyünk. Téved, ha azt hiszi, hogy nincs több kérdésem. A Helsinki csúcs után ugye itt van Észak-Korea. Az Amerikai Egyesült Államok nekem úgy tűnik, hogy nem tud mit csinálni Észak-Koreával, vagy Észak-Korea nem tudja, hogy mit akarnak tőle, vagy ők nem akarnak semmit. Emberek be vannak zárva, éheznek, fegyvereket gyártanak, időnként kipróbálnak, időnként a japánokkal nem jó kapcsolatokat tartanak fönn. Mi a megoldás például rájuk? Hát ugye a fő program az, hogy fegyvereket gyártanak és próbálgatnak, és a fegyverekkel próbál magának világpolitikai pozíciót szerezni. Az már ennek következménye, hogy a szerencsétlen észak-koreai lakosok ezt az életszínvonallal fizetik meg a fegyverkezésnek az árát. Tehát akkor egy Marshall-tervvel meg lehetne őket menni, és utána ha hagynák, de nem hagyják, ugye, tehát mert ez egy ilyen nem eladó zárvány a világban, ahol egy régi típusú diktátor, ráadásul dinasztikus diktátor, mert már a harmadik a családból, aki
az országot ilyen módon uralja. Úgyhogy az egy probléma góc, ez a kínaiaknak és a japánoknak elsősorban probléma, és persze a Dél-Koreának, de hát a világnak is, mert rakétáival elég messze el tud lövöldözni. Na de ugyanakkor itt van a válasz rá az arab tavasz, amit én rendszeresen arab mocsárnak hívok. Ezeket a diktátorokat exportáltunk nekik mindenféle általunk vélt demokráciákat, nem tudtak élni, és nem előre mentek, hanem véres háborúkkal 100 évet vissza. Hát ugye a nyugati képmutatás abban nyilvánul meg, hogy többre tartott egy kiszámítható diktátort, egy Saddam Husseint, egy Kadafit vagy másokat, mint az ottani demokráciát, vagy a népjólétet, és többre tartotta a közeli üzleti lehetőségeket, mint a hosszabbtávú fejlesztés. Na most ezek előbb-utóbb megbosszulják magukat, az arab tavasz úgy következett be, hogy senki nem számított rá, tehát hirtelen kezdtek összeomlani ezek a kiszámítható és egyébként nagyon csúnya rezsimek, és most elég nagy a bizonytalanság, ugye, de azért annak a két fókusza most Szíria és Líbia, és azok között miközben például Marokkóban a király óriási rendet tart, és az ország halad előre, a szomszédos... Nem is csinálhat a nép, amit akar. De nem ám, de a szomszédos Tunéziában például sokkal nehezebb a helyzet, vagy Algériában, és azért Marokkónak is ott van a nyugat-szaharai területi. Ebbe persze ezért a franciák is ludassak. Hát hagyományosan ugye a franciák, mint gyarmatosító hatalom egy elég széles területen, meg felelősek is, és azért gyakran élnek is a felelősséggel, és próbálnak például Maliban vagy másutt rendet csinálni. Azt mondom külügyminiszter úrnak, hogy Caracas mi jut eszébe? Hát Caracasról ugye Venezuela, olajkincs és egy összeomló gazdaság. Na tehát akkor nem csak Észak-Korea, hanem ott van Venezuela, ahol éhezés van. Most legújabban Bolívia, ahol lemondották Morales elnököt, aki ugye 13 év uralkodás után most hirtelen Mexikóba menekült. Ez nem azért van, amit az előbb említett, hogy Amerika kivonult, és mások is kivonultak, a Szovjetunió is kivonult, mert mindenhol, ahol probléma van, valamilyen módon függött a maga módján, vagy kapcsolatokat tartott valamelyik kétpólusú nagyhatalomhoz. Hát ugye az egész kétpólusú rendszer az olyan volt, mint egy jó építészeti konstrukció, megfelelt az adott kor biztonsági követelményeinek. Ugyanakkor azért gazdaságilag elzárta egymástól a két világot, mert kokom és egyéb... De Venezuelával milyen kokom? Ez nem Venezuela, csak ők hozzá viszonyultak, ugye? Világos. Tehát a két hatalomhoz viszonyultak. Volt egy kiszámítható világ, de ami a legfontosabb, hogy volt a II. Világháború utáni multilaterális rend, amit az ENSZ biztonsági tanácsa fölügyelt, és szakmai szervezetek foglalták keretbe, ugye a világkereskedelmi szervezet, a kereskedelmet, az IMF világbank, a pénzügyeket. Tehát volt egy bizonyos normarendszer, és a normarendszert érvényesítő intézmények. És ott az államok összejöttek, és békésen megegyeztek, voltak vitarendezési eljárások, tehát az egész rendszer működött. Na most ebből a rendszerből ugye kiesett a szovjet pillér, mert darabjaira hullott, és visszavonult az amerikai pillér. És amikor Trump elnök azt mondja, hogy őt ez a migrációs egyezmény, amit az ENSZ összehozott, nem érdekli. Nem akar az EU-val nagy szabadkereskedelmi egyezményt kötni. Nem kell neki a párizsi klímaegyezmény. Kiszáll az iráni atomalkuból. Tehát egymás után olyan dolgokból, amelyek mind rendet és biztonságot nyújtottak volna. De az iráni atomalkó, és ez az utolsó témánk mára, azért nem egy egyszerű dolog, a centrifugák újra elkezdtek dolgozni. Hát azért, mert elbizonytalanodott az egész alkú, ugye, amit annak idején megkötöttek. De külügyminiszter úr, nehogy azt mondjuk, hogy Teherán
a minta működésére. Isten ments, ezt senki nem állítja, akinek esze van, de ugye Teherán kezéből ki kell a centrifugákat csavarni. Így van, pontosan ez volt a cél, és az Európai Unió élen járt abban, hogy megszelidítse ezt a nehezen kezelhető iráni vezetést, és kössön velük egy alkut, hogy nincs gazdasági szankció, ha ellenőrizhetővé teszik az urándúsítást Iránban. Tehát látja a világ, hogy ott mi történik, és nem jut el az urándúsítás addig a fokig, ahol fegyvert lehet belőle készíteni. Na most Amerika tulajdonképpen ebből az alkuból húzta ki ugye az amerikai részvételt, és most nagyon nehéz az európaiaknak ezt fönntartani, mert Európa azért mégiscsak közelebb van Iránhoz, és jobban érdekelt abban, és közelebbről érdekelt abban, hogy Irán az egész közel-keleti helyzetben ne legyen egy agresszív és bizonytalansági tényező. Az Európai Unió alig egy hete éppen Izraelt azért ítélte el, mert az általa ellenőrzött területeken, illetve a telepeken, ahol izraeliek élnek, biztonságos közutakat épített, hogy a gócpontokat kikerüljék. Nem tudom, hallott-e, mert fennkölt béke előmozdító új Európai Uniós döntés. Nagyon nagy kerülő úton jutottak el oda. Hát ez arról szól, hogy a telepek és a területi terjeszkedéssel kapcsolatban. Arról szól, hogy emberek szeretnének biztonságba hazaérni és életben maradni. Így van, ez a helyszínen kétségkívül arról szól, és ugye ezt minden ország külpolitikája megpróbálja valahol bel- és külföldi hasznosításra beépíteni, és ebből jönnek ki ilyen furcsa. Kedves nézőim, az elmúlt közel 35 percben megpróbáltuk Balázs Péteren számon kérni a volt külügyminiszteren a világ működését, megoldásokat is javasolt óvatosan, úgyhogy nem fog Marshall-tervet kapni sem Észak-Korea, sem Venezuela, de a folytatásban meglátjuk, amikor legközelebb itt lesz nálunk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll, és akkor következik Kovács Attila, a KKI külső szakértője. Tartsanak velünk!